Növekvő számok. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ingyenes internet. A kisebb helyi szolgáltatók technikailag felkészültek a megnövekedett igényekre. Határon átnyúló programok. Számos területen működnek együtt hazai és romániai magyar civil szervezetek. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel közel 148 ezer főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Közülük 7938-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Elhunyt 93, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3190 főre emelkedett, több mint 34 ezeren pedig már meggyógyultak. Hétfőtől 93 kórházban segítik katonák az egészségügyi dolgozók munkáját. Egész Európában felfelé ível még mindig a járványgörbe. Magyarország helyzete is hasonló. Nálunk is egyre több fertőzöttet regisztrálunk napról napra. Az Európában elfoglalt helyünk az hetek óta változatlan. Tulajdonképpen az európai átlag a magyar átlagoknak egy másfélszeresét teszi ki, tehát hogyha a számokat konkrétan vizsgáljuk, akár a fertőzöttek, akár az elhunytak vonatkozásában. Magyarország a fertőzöttségét tekintve a számadatok alapján a 27-ek közül a 11. helyen, míg az elhunytak vonatkozásában a 15. helyen foglal helyet. Sajnos az elmúlt 24 órában is 93 honfitársunkat elveszítettük. 33 éves volt a legfiatalabb személy, míg 98 éves a legidősebb személy. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebookon megosztott videójában jelentette be a hírt, amely szerint a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákok számára. Amit most aláírtam, ez egy kormányrendelet, a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről. Szó szerint azt mondja, hogy a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe, a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelésoktatásban és szakmai oktatásban elrendelt, tantermen kívüli, digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel. Ez magyarul annyit jelent, hogy akik digitális oktatásban vesznek részt, és ezért internetet használnak, erre az időszakra ingyen használhatják az internetet. Majd lesz egy vita erről a cégekkel, de most fontos, hogy a családok ezt a segítséget megkapják. A fiatalokat pedig arra kérem, hogy a digitális oktatást ne tekintsék vakációnak, hanem tanuljanak. A miniszterelnök által bejelentett egyeztetésről vagy a cégek kieső bevételeinek kompenzálásáról még nincsenek információink. A helyhez kötött internetszolgáltatás iránti igény megnövekedésére a helyi kis szolgáltatók is felkészültek. A tavaszi pandémiás helyzet nagyon megterhelte az internetes szolgáltatókat, hiszen gyorsan nagy terhelést kaptak a hálózatok, az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás bevezetése miatt. Így az összes fejlesztést ebbe az irányba kellett a helyi szolgáltatóknak is irányítani. Elsősorban a külföldi irányban történő adatforgalmak nagyon nagy mértékben megnőttek, hiszen a távoktatásban vagy a home office-os időszakban a különböző Facebook, Zoom, YouTube alkalmazásokat használták az emberek. Gyakorlatilag a most kialakult helyzetben, tehát egy novemberben ezeket a forgalmakat várjuk. Különösebben erre már nem kell felkészülnünk, tehát a hálózatok ugyanúgy bírniuk kell a terhelést, hiszen ennek a fő próbája már tavasszal megtörtént. A 30 napos ingyenes internetről mi is csak a médián keresztül szombat délelőtt értesültünk.
Sajnos a Giganetet, mint kisebb szolgáltatót és több más kisebb szolgáltatót nem keresett meg a kormány, csak a nagyokkal egyeztetett. Most hétfő van, igyekszünk itt egy különös tárgyülésen ezt megbeszélni, hogyan tudunk erre reagálni. Nyilván, ami a közleményben megjelent, az kötelez. Most mi egy kis türelmet szeretnénk kérni az előfizetőktől, egy-két napot, hogy ki tudjuk ennek az eljárásrendjét ki tudjuk dolgozni. A honlapunkon mindenképpen közre fogjuk tenni, hogyan kell majd ezt a kedvezményt igénybe venni. Az ügyvezető elmondta, kiemelkedő ügyfélszám növekedést nem igazán várnak a mostani időszakban, bár november-december hónapokban intenzívebb a bekötési szám, tehát sokan rendelnek új szolgáltatásokat. Az ügyvezető úgy gondolja, a mostani időszakban várhatóan nagyobb díjcsomagokra váltanak majd az előfizetők. Addig, amíg a vezetékes szolgáltatások kapacitásai elég jól bírják a terhelést, hiszen egy kábeles struktúrát sokkal jobban lehet skálázni, addig a mobil hálózatok többnyire kiszámíthatatlanok. Tehát a mobil hálózat kapacitásai sokkal kisebbek, tartalék kapacitásai. Nyilván ez a tavasszal is kiderült, tehát nagyon sok szolgáltató adott plusz gigabájtokat, és hát kellően terheltek is lettek a hálózatok. Valójában arra, hogy a három mobilos mit készít most, erre nincsenek információim, de az alaptechnológiából adódóan minden bizonnyal ott hamarabb lesznek dugulások a hálózaton. Az ügyvezető hozzátette, a kormány által most bejelentett 30 napos ingyenes internetszolgáltatás a kisebb szolgáltató cégek esetében is jelentős bevétel kiesést okoz. Hozzátette, november végén ezt már összegszerűen is meg tudják majd mondani, de előre láthatóan december hónapban az ő cégük esetében ez akár több millió forintot is jelent. Számos területen működnek együtt hazai és romániai magyar civil szervezetek, utóbbiak a vidékfejlesztésben is fontos szerepet vállalnak, mások mellett a falugazdász hálózaton keresztül, amely védjegy rendszerével a helyi gazdálkodók, termelők tevékenységét igyekszik megkönnyíteni. Közel 1 millió ember él Szabolcs-Szatmár-Bereg és a romániai Szatmár megyében. Több évtizedes múltra tekintenek vissza a két terület közötti együttműködések. Ezekben nagy szerepük van a civil szervezeteknek a határ mindkét oldalán. Összefogásukat közös az Európai Unió által finanszírozott pályázati csomagok és a magyar kormány programja is segítették. A Nemzeti Együttműködési Alap kiírásainak köszönhetően is sok civil talált egymásra, lefedve a társadalom minden rétegét. A fiatalok körében mások mellett táboroztatás, néptáncoktatást valósítanak meg, de a szépkorú egyesületek között is létrejöttek együttműködések. A civileken keresztül nagyon sok minden olyan dolog valósulhat meg, amit mi olyan kormányzatok nem tudunk megvalósítani. Ezért nagyon fontosak ezek a pályázatok. Az idén ugye egy rendkívüli évben vagyunk, kevesebb személyes találkozóra került sor, de ezek már olyan érettségi fokon vannak, hogy túlélik ezt a vírust, ezek a kapcsolatok is. A politikai vezető úgy látja, Szatmár megyében nagyobb társadalmi támogatottsága van a magyar civil szervezeteknek, mint a románokénak. Segítésükkel a határon túli vidékfejlesztésre is biztosít forrást Magyarország. Mi működhetjük Szatmár megyében, és nem csak Szatmár megyében, hanem egész Partiumban a falugazdász hálózatot. Ez is magyar kormány támogatásával tud működni, és egy olyan hiánypótló tevékenységet tud betölteni a gazdálkodó emberek számára, amit a román kormány nem tud biztosítani. Emellett falugazdász hálózattal kialakítottunk egy, úgy gondolom, hogy Szatmárban egyedi dolgot, a szatmári termékek projektünket, ez egy védjegyrendszer, amivel a helyi gazdálkodók, a helyi termelők életét igyekszünk megkönnyíteni. Havi vásárokat szervezünk, online marketinggel segítünk a termelőinknek, illetve igyekszünk piacot biztosítani a gazdálkodó embereknek. A parlamenti képviselő hozzátette, a jövőben Magyarországra is kiterjesztetik a szatmári termékprojektet. Szavai szerint a cél ennek mintájára egy EU-s védjegyrendszer kidolgozása lenne. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium bejelentése alapján a MÁV Start és a Volánbusz a novemberben érvényes dolgozói és diákbérletek visszaváltásakor eltekint a kezelési költség felszámításától. A novemberi bérletek árának 50%-át visszatérítik a közlekedési társaságok, ha az igényt november 18-áig, vagyis most szerdáig benyújtják. A november 11-ét megelőzően vásárolt és november 11-től vagy az utántól érvényes 30 napos bérletek árának 100%-át visszatérítik. Az igénylési határidő itt is 18-a.
A november 11-e előtt kezdődő érvényességű és visszatérítési igénybenyújtásakor még legalább 15 napig érvényes, 30 napos bérletek árának féláru visszatérítése esetén sem számolnak fel kezelési költséget a társaságok. Tavaly közel 500 ezer forintot gyűjtött össze az Állatbarát Alapítvány az Adj egy tárgyat az állatokért akciójából. A felajánlott tárgyakból rendezett vásár hagyományosan december elejétől az ünnepekig tart. Arra azonban felhívják az állatbarátok figyelmét, hogy csak jó minőségű, használható tárgyakat vigyenek a vásárra. Ezek a felvételek tavaly készültek. Akkor ilyen tárgyakat adományoztak az Állatbarát Alapítványnak, hogy ezeket a decemberi karácsonyi vásáron eladják. A gyűjtést idén is megszervezték, hasonló felajánlásokat kaptak szép számmal, így a tervek szerint december 1-én megnyitja kapuit a vásár. Ahogy a korábbi években már bevált, idén is az oktatóhelyiséget rendezték be erre a célra. Ami azonban változás tavalyhoz képest, hogy az aktuális járványügyi helyzet miatt fokozottan figyelnek a higiénés szabályok betartására és betartatására. Annyit vezettünk be eddig legalábbis, hogy maximum 5 ember tartózkodhat ebben a körülbelül 30 négyzetméternyi helyiségben, tehát a másfél métert nagyon szépen meg tudják tartani. Maszkban lehet majd bemenni ebbe az oktató helyiségben, folyamatosan fertőtlenítünk majd, illetve szellőztetünk is természetesen. De egyébként sem jellemző, hogy túlságosan nagy lenne, úgymond a tömegnyomor ebben a kis helyiségben, hiszen folyamatosan érkeznek az emberek hozzánk, és ez eddig is megoldható volt, illetve kint a Filagória alatt is berendeztünk egy kisebb vásárt. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy csak olyan tárgyakat vigyenek felajánlásként az állatbarátok, amelyek jó állapotban vannak, és a célnak megfelelően használhatóak. Előfordult már, hogy szakadt plédeket, koszos terítőt vagy törött bögrét kaptak, ezeket azonban nem tudják eladni többszöri próbálkozással sem, legyen szó karácsonyi vagy más garázsvásárról. Az egyedi kézműves dolgokat azonban hamar és szívesen elviszik a látogatók. Az így összegyűjtött pénzt a kutyákra és a macskákra fordítják. Nagyjából egy ilyen 4 és 600 ezer forint közötti összeg szokott egy hónap alatt összegyűlni ezekből a kis csecsebecsékből. És hát, hogy mire használjuk fel, egyértelműen a legfontosabb dologra, az állatorvosi költségekre, hiszen ugye a táp, gyógyszer, illetve különféle vitaminok, stb. Azért karácsonyi időszakban elég szépen érkezik szerencsére, hiszen mindig megkérdezik az emberek, vagyis nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szükségünk. Most az idén csináltunk egy ilyen kis kívánságlistát, úgymond, hogyha valaki érdeklődik, akkor el tudjuk küldeni neki, vagy ugye kint is van a közösségi oldalunkon, illetve a honlapunkon is ez a kis kívánságlista. És ugye ezeket a dolgokat általában azért kapjuk. Viszont amiben nem tudnak nekünk az emberek segíteni tárgyként, tehát fizikai adományként, azok az állatorvosi költségeink, tehát ez bizony súlyos forintokba kerül. Főleg az őszi-téli időben, amikor jelentősen megnő a balesetek száma az utakon. A menhelyen jelenleg is nagyon sok balesetes állatot kezelnek. A négylábúak kórházi ellátása és az esetleges műtéti sorozatuk pedig nagyon költséges lehet. A tervek szerint, ha a járványügyi korlátozások lehetővé teszik, december 19-én megrendezik a hagyományos állatok karácsonyát is, ahol lángossal, zsíros kenyérrel, forró teával és forradt borral várják majd az állatbarátokat. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójának párosítása. A két még versenyben lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat közül az élvonalbeli Kisvárda az MB2-es Soroksárhoz látogat, a megyei első osztályú Tarpa pedig az MB1-es Diósgyőrt fogadja. A mérkőzéseket 2021. februárjában játsszák le. Mintegy 20 fiatal jár rendszeresen az NVSC tör és párbajtör szakosztályának edzéseire. Versenyeken ebben az évben nem tudtak részt venni a gyerekek, de Makai Tamás edző reményei szerint a tavaszi megmérettetéseken már ott lehetnek a Páston a nyíregyházi vívók is. Az NVSC tör és párbajtör szakosztályát sem kerülték el a koronavírus járvány hatásai. Tavasszal a Makai Tamás által irányított csoport is felfüggesztette az edzéseket. A nyári időszakban a szabadban ugyan készültek a gyerekek, de az igazi munkát csak szeptemberben lehetett elkezdeni az új edzéshelyszínen, a Jókai iskola tornatermében. Jelenleg mintegy 20 fiatal látogatja a tréningeket. Több mint 20 évet csinálom itt Nyíregyházán ezt a törvívást igazából, mert ugye az a szívem csücske, és az a problémánk ebben, hogy a legtöbbször toboroztunk, éveken keresztül szórólapoztunk, toboroztunk, rengeteg időt, energiát, összegeket rááldoztunk arra, ugye, hogy
legyen ennek hatása, iskolába is voltunk, de azt vettük észre, hogy igazából nincs ennek olyan jelentős hatása ahhoz képest, hogy a gyerekek jöjjenek. A legtöbbször akkor jöttek a gyerekek a vívni, és kerestek fel minket, mikor volt olimpia. Tehát tulajdonképpen 4 év után az olimpia volt egy meghatározó, többet láttak vívást, és akkor hát zömében szerintem a gyerekek, de amúgy meg a szülők is keresgetnek sportágat a gyerekeknek. Az edző szavait igazolja Stern Andor is, aki a televízióban látottak hatására választotta a vívást. Igazából azt a tévében láttam meg, és nagyon megtetszett nekem elsőre. És hát pont találtunk itt egy nagyon jó egyesületet, és ide méltatott engem apa, és azóta már 5 éve üzem ezt a sportot. Mivel nem csak az edzések szüneteltek, hanem a versenyek túlnyomó többsége is elmaradt, a gyerekek számára nem volt lehetőség arra, hogy éles körülmények között vívjanak az elmúlt hónapokban. Nyáron a versenyek is megszűntek, a vívósport is teljes mértékben megállt. Most újraindultak a nagyobb versenyekkel, de mivel hogy itt a felvételeken is látszik, sok a kicsi és a kezdő, meg az új, ezért olyan versenyek voltak még, ami nekünk korosztályban nem igazán felel meg. És nyilvánvaló ugye egy gyerekkorosztályú, vagy egy újonc korosztályú gyermeket, nyilván nem tudok oda vinni egy kadett, vagy egy felnőtt versenyre, mert ugye annak az borzalmas sikerélményt jelenthetne. De most lassan majd beindul az idény, én úgy gondolom, hogy mi is elkezdünk, meg nem is tudtunk volna menni, igazán ez egy nyáron nem tudtunk vívni. Mert amit ugye említettem, hogy a parba voltunk, hogy se felszerelés, se vívás, hogy csak ilyen erőnléti, meg karbantartás volt. De elkövetünk mindent, hogy most már majd bekapcsolódjunk mi is, de szerintem ez már csak jövőre lesz. Az edző elmondta, hogy nagyon várják a Tiszavasvári úton épülő sportközpont átadását. Reményei szerint új otthonukban még több gyereket tudnak majd megismertetni a sportággal. Elmaradt a Nyíregyháza Blue Sharks vasárnapi Vasas Akadémia elleni mérkőzése. A kékcápák mellett az NB1B piros csoportjában egyedül veretlen fővárosiak felnőtt játékosai koronavírus fertőzés miatt karanténba vonultak. A Vasasnak az U20-as csapatával kellett volna kiállnia, így kérte a meccs elhalasztását, amihez a nyíregyháziak hozzájárultak. A Blue Sharks legközelebb vasárnap hazai környezetben a BKG Prima Ese ellen lép pályára. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel közel 148.000 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, közülük 7938-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek. Elhunyt 93, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3190 főre emelkedett. 34.010 pedig már meggyógyultak. 7236 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen. Hétfőtől 93 kórházban segítik katonák az egészségügyi dolgozók munkáját. A tavaszi pandémiás helyzet megterhelte az internetes szolgáltatókat, hiszen az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás bevezetése miatt nagyobb terhelést kaptak, de az akkori fejlesztéseknek is köszönhetően most felkészülten várják a jelenlegi időszakban megnövekedett igényeket. A kormány által most bejelentett 30 napos ingyenes internetszolgáltatás a kisebb szolgáltató cégek esetében is jelentős bevételkiesést okoz. Számos területen működnek együtt hazai és a romániai magyar civil szervezetek, utóbbiak a vidékfejlesztésben is fontos szerepet vállalnak, mások mellett a falugazdászhálózaton keresztül, amely védjegyrendszerével a helyi gazdálkodók termelők tevékenységét igyekszik megkönnyíteni. A nemzeti együttműködési alap kiírásainak köszönhetően a fiatalok körében táborokat szerveznek, néptáncot oktatnak, de a szépkorú egyesületek között is létrejöttek együttműködések. November 16-án hétfőn a Kölcsey Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk majd legközelebb önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most megtekintett tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!
Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, éjszaka párásá válik a levegő. Eső, szitálás már napközben sem kizár, de főleg estétől valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Kedden eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet és csak időnkénti felhősödés várható. Eső, zápor a nap első felében valószínű, délután már csökken a csapadékhajlam. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9-13 fok között alakul. Szerdán visszatér a párás felhős idő, de napközben több helyen kisüthet a nap. Pénteken pedig újabb front érkezik, kevés csapadékkal, sok felhővel és jelentősebb lehűléssel.